Na, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és szeretném nektek bemutatni a Rákospalotai növényolajgyárat, aminek a története az 1700-as évekre vezethető vissza, amikor is hírt adtak, hogy egy malomipar fog létesülni itt Rákospalotán, és még annyit tudni róla, hogy a sárga torony rész az 1942-ben épült, a siló része pedig 1946-ban épült itt Rákospalotán. Így gyártottak továbbra is egy úgynevezett liga margarint, amire én emlékszem, mert ugye még régen nézegettem a gyártási helyeket, és így gyártották a liga margarint. Aztán előtte gyártottak mosószereket, aztán utána lett a liga margarin, és utána pedig a olaj része, amiket így gyártottak, az olaj részeket, tehát a növény olajat, az étolajat, stb. És olyannyira népszerű volt itt a termék, hogy még közel keletre, meg ugye Európába is vittek ki termékeket innen. És aztán jött a hanyatlás. A hanyatlás az 2006-ban kezdődött, amikor is az Unilever Magyarország Kft. Kivitte a dressinggyártást külföldre, és ma már az Unilevernek 4 gyára működik, az Röszkén van, Veszprémben, a másik kettőről nem tudok, csak annyitok, hogy 4 gyára működik a Unilevernek. És hát abból a 4-ből most már 2-t bezártak. Az egyik az itt van Rákospalotán. És hát ugye 2006-ban zártál be, 12 éve már üresen áll. És tavaly 2017 májusában döntöttek arról, hogy lebontják a gyárat, de aztán utána egy kis ütközetbe került az önkormányzat, a 15. kerületi önkormányzat egy kis ütközetbe került, mert ugye védetté nyilvánították ezt a gyárrészt. Azt nem tudom, hogy azóta tárgyalnak-e róla, de majd tudok, hogy műemléknek létesül ez a gyár. Hogy mi lesz a további sorsa, azt nem tudom, de a hírek szerint egy lakóparkot akarnak itt létesíteni, ami hát több évtizedekig biztos, hogy fog tartani, ugyanis a területet föl kell szántani, mert ugye talajcserét kell végezni. De az elrakódott olaj, és mi miatt, de bocsánat, hogy elakadtam, de száz a torkom. Úgyhogy ennyit röviden, tömören, innen Rákospalotáról voltam én, Igaz István, sziasztok!